Na, szevasztok, ez itt a Green Light, ez pedig a Conan Exiles online streamje. Fölmentem nagy nehezen egy online szerverre, reméljük jó fog futni. A felvétel az jó sikerült, tehát sikerült normálisan beállítani végre ezt a gémet. Reméljük fasza lesz. Amerikai PVS szerveren vagyok, én legalább még az amcsik napközben alszanak, én itt normálisan tudok játszani, ezt nem basztatjuk egymást. Jelen, nézzük is. Délelőtt is ezt akartam csinálni. Ott van olyan izé. Mennyit késik. Jó fut, remek. Megmutatom a putrit, hogy néz ki. Alakulgat a dolog. Mint cigány gyerek a prés alatt. Ja, van egy ilyen alapszaggatás, de ez a játékban is szokott lenni, hogyha úgy játszok vele. Bármilyen felvételmentesen. Aztán rabszolga volt kitűzve célnak, de ahhoz el kellene menni füvet gyűjteni. Hát igen, a csata az meg fogok adni. Ráfér egy gépcsere sajnos. Jön a következő is. Hú, bazd meg. Oké. Menjen a fejezés. Nem sikerült. Ez nem tudom, hogy ilyen random módon fejezi le. Pedig azért aránylag a nyaka fölé állok oda. Fiber. Lehet, hogy már kéne csinálnom sarlót is egyébként, nem volna rossz. Az aloe verát is szedjük serényen. Hiszem fát is kellene. Fát is kéne vágni. A szavaz is ilyen neccesebb volt. Oké. Tehát azt itt le is vághatjuk itt ezt, ami a sarkon van. Látom faszán megy. Mármint ahogy kb. Úgy megy a játék, hogy nálam a gépen. Múltkor nem tudom miért nem lehetett normális közvetítést csinálni belőle, holott már volt ez streamelve nem is egyszer. Még talán tavaly. Még YouTube-ra azt hiszem. Kell a trófea. Ó, bazd meg. Na, ez sikerült lefejezni végre. Igen, ott az amerikai játékosoknak a házait láthatjuk a távolba. Ha lesz egy komoly, majd azt megmutatom. Az a szuper technikus béka ember, geci, mi az ott? Aztán az elő futni kell. Azt nem verjük le sehogy se.
Na gyűjtögessük szépen így a füvet. Nagyon sok kell sarlót, még nem tudtam valamit csinálni. Aha. Hú, azzal későn nyomtam. Kurva picsám, ez a két oldalról ütnek ezek a faszokók. Samurai kard, no, samurai kard, bazon. A fejek azok elég sokat foglalnak. Azok elég nehezek. A fejek eléggé nehezek. Ez az a nagyon erős darab. Nem. Ez még ütheti abszolút. Ez teljesen korrektan szétszedhető darab volt. Ezt katonával kivégezzük. Azaz! Ez tökő, hogy csinál ilyen mozdulatot néha így a fegyverrel. Bár a húsra most nem igazán van szükségünk, az nagyon sok van. Az már szó szerint már ránk fog rohadni a francba, azt ki kell dobni. A bogár se kell. Kása az jöhet, mert most rabszolgázni fogunk. Jöjjön a nyugzó kés a helyére. Okés. Elég kevés ez a fiber. Kötelet kell fonni belőle majd. Már ezek most nem agresszívek, de azért eltakarító. Kell a szintlépés. Az meg... Igen, ez már egy másik playernek a putria lesz. Nem nagyon vette komolyan, úgy látom ő sajzét. Hoppa, valaki ott táncolja. Hát az a... aha. Szerintem ez valamelyik azért GME lehet. Az a palota ott a másik oldalon. Jó, mert ez a szerver nem kér ezt a Battle Eye programot.
valami nem engedte, hogy telepítsem a számítógépre, mert nagyon sok ilyen fancom szerver van, ahol lehetne így nyomatni. Aha, ez a PVE nem nagyon bánthatjuk másnak a cuccait. De nem is baj, mert nem is az a cél, hogy nekünk is szétbasszák így a... bazd meg! Lándzsás köcsög, bazd meg! Aztán szétbasztuk a gecibe. Hol van a ribanc? Az meg a nyaligátor is jön. Igen, nehéz katonával megölni egy ilyet. Nem lehetetlen. Mindig nem tudtuk lefejezni a frances sem bele. Ez nem kell. Droppoljuk. Akkor csajt le tudnánk. Nem. De őket is le lehet fejezni. Ez ilyenkor koponyák lesznek. Ezt elvehetjük tőle. Human flesh. Ez kemény, hogy föl lehet itt darabolni az embert. Esetleg próbáljuk megnyúzni. Na. Hide. Levágott testrészeket meg bedobáljuk így a folyóba. Ez se kell. Méheket azt mind megtartom, azok jó jönnek. 197 bozót. Ó, sok kell, mert kötelet kell fonnunk. Amivel a kedves rabszolgát elvonszoljuk így a adott helyre. Hát már eléggé meg vagyunk nyomva cucca. Derek, az itt nem a próstál, de hát valami igényesebb putrit összerakhatott volna, nem kellett volna ezt a izét rá. Ilyen zsuffedelet rá lehet tenni, sokkal olcsóbb, mint hogyha kővel kirakja az ember, mert jobban is néz ki. Hát meg kell nézni az enyémet. Hát azért jó, én egyszerű meg minden, de azért teljesen hihető. Takarítjuk. Hoppa! A fájdalomkerék már meg van építve. Fejeket berakjuk ide, és akkor kikeressük, hogy mit is szeretnék összehozni. Hát kár, hogy krokodilt nem sikerült még lefejeznünk.
Ezt mindenféleképp az ágy fölé raktam volna. Ezt néztem, ez mi az Isten? Dekoráció ez is, de ez a kagylót, a szóval tehát ilyen tengerparttól lehetne találni. Kis hokedli. Párnák. Hiszem sejem kell hozzá. Mondjuk a sejmet azt, mondjuk azt lehet csinálni elméletileg. Ilyen pókfonából le. Ezt majd vadászunk még. Igen, elég keményen megnyomja. Nyolcas. Pakolásszuk szépen így a ezéket. Négyes. Kirak, telerakjuk ilyen ezért a trófeával. Az a dekoráció. Egyedivé tesszük így a házat, házikót. Aha, az ott azt a föl lett rakva. Nem szoroztunk. Még ezt a falat kell majd így végigrakni. Mindennel, amivel tudjuk. Nem megint homokvihar. Meg kéne nézni így a sarlót, az hol a picsába? A szerszámokat hol készítjük elméletileg? Itt kell. Igen, igen. Ékszereket már nagyon tudnék csinálni. Yamatai Warhammer. Hát nem tudok, ez a... Ami most van, mit is használok? Ez a Naginata, ez nagyon betegen néz ki. De úgy tűnik, hogy nem enged sarrót. Lehet, hogy... Yamatai katona az ilyen fekete. Nem is, hogy ketté fajtát. Naginata, igen, ilyet használunk. Kéne ezeket próbálni. Csak már nincs ahhoz elegendő. Nyersanyag, azt majd vadászni kell. De nézzük meg, hogy... Netribus. Nulla. Nulla. Még nem léptünk szintet. Egyébként már nem sok kell szerintem. Nézzünk ilyen kötélfonást. Aha. Először sima alapkötelet kéne csinálni. Tizet kraftoljunk le. Ez a maradék nyersanyag az már inkább ilyen penge javításra. Lesz fent. Oppa! Ezt piteljük. Na ezért azt elrakhatjuk a kásának való alapanyagot. Úgy. Kis veszem, azt berakom így a... Ezzel kell letetni majd a rabszolgát. Már is rakjuk ide, már csak a... Delikvens hiányzik. Elég szépen így elkeféltük vele az éjszakát. Meg ez a bunkó, amivel leverem. Csak az a helyzet, hogy ez a fiber kötél, ez nagyon könnyen kopik. És melyik az a másik? Hiszem ez az. Ez viszont szükségünk van 5 darab bőr. Nyers bőr, hát nem ilyen kikészített bőrre. Most jelent 60-60 nálam. Ezt nem tudjuk még. Jó. Az még csak egy van.
elég egy ilyen bunkó, ezzel csapjuk le, azt így nem okozunk a rabszolgának maradandó sérülést. Carpenter branchünk már van, remek. Ha rabszolgázunk, akkor mindenféleképpen ezt ide, ezt ide, ezt ide. Ezt keressünk valami szép fehér csajt. Bár mindig, amikor így rabszolgázni megyek, állandóan ilyen majmokat szerek össze. Az a baj. De külön ide telepítettem egy hidat, hogy... Mert ugyebár, ha beúszunk vele, sajnos nem a legfaszább, mert akkor így eltűnik a rabszolga. Ezt nem tudom, ez mondjuk ki kiküszöbölték-e vagy sem. Meg ez egy hülyeség, hogy nem látok be rendesen azért. Csak hogyha így belemegyek. Egész komplet ilyen kis falrendszert csináltam az éhez. A legközelebb itt vannak ilyen vándorlók, de hát van ott egy csajszín. Csak az a baj, Oké. Jó, hármas. Ezeket le kell csapni. Persze, hogy ilyen barna. Ó, baszki. Most látom, hogy ez nem valami erős a izé. Oké, király. Na, ez nem lesz egyszerű. Ez egyszerű, mert nagyon sebe ez a csajsz is. Király. Négyes. Aha, elmettek, megkötöztük. Na és fussunk vele vissza. Jó, elég csúnya szegény, de... Mondom, amikor rabszolgát szedek össze, mindig ilyen barnák akadnak. Amikor meg így kalandozok, tele van, ott vannak a fullos top modell csajok. Aha. És ma elkezdi csinálni. De semmit. Hetes. Nem tudom, mennyi idő alatt töri be. Hát igen, nem érdemes másikat hozni addig sajnos. A páncél is elég gyatra már amúgy. Hogy az álló képesség se a legfaszább. Nézzük, mi itt vannak még. Jó fajták. Bár nem tudom, hogy be tudom-e mellé tenni. Ott is van egy csaj. Úgy látom. Az is eléggé kokszos szegény, eléggé kokeró. Na gyere, bázz meg! Ez kétkezes kardja van a csajnak, de ne a csaj tűz, bázz meg! Nehéz lesz. A futásom. Ezek szétbasztak enyhén, szólva. God's take you.
is tudom. Szerintem ne foglalkozzunk vele, örüljünk, hogy ezt az egyet el tudtuk vinni. Oké, már eléggé meghalt. Valahogy sikerült egyszer ezeket lefejezni így. Menj már. Light boots. Az egész jó fel van szerelve. Human flesh. Arra nincs szükség, nem vagyunk kannibálok. Bár lehetne kannibál törzset is. A törzsből. Light boots, ez is, aha, ez is light boots. 7-es. Bár mondjuk vigyázni kell, mert hogyha a hölgyet berakjuk majd, itt át tud menni. Bár mondjuk képesek átúszni, hogyha action van. Tehát érdemes a rabszolgát bezárva tartani, de nem jó így kirakni az évben, mert így kiszaladtak útkor is nekem a rabszolgák. Nem fasza. Tehát itt bejött, elkezdtek támadni itt a szigeten, azt akkor kinyílt az ajtó, meg, vagy meglátott egy ilyen... Mert néha ezek a tekik átjönnek ide. Sétálgatni, nem bántanak senkit, de a rabszolgák automatikusan megtámadják őket. Szerintem el kellene menni. Nyersanyagot. Bányászni, mindenféleképp fémért el kell menni. Még így a délutánba belefelé, mondjuk itt délelőtt van. Így a nap állásából. Vagy hogyha a nap átmegy így a szobor fölé, akkor van már késő délután. Ez így meg lehet itt teljesen. Így állapítani, hogy működnek a dolgok. Tehát ezen a részen tevékenykedtem mindig, mert itt a legkönnyebb. Sok sziget, sok nyersanyag, látványos. Hú, bazzek, tele van az izém. Tatyú, mivel van? Mivel van nekem tele? Mi a fasszal van nekem tele? Ezt tudni szeretném. Ja, hát fával. Ha már tudt volna kipakolni. Faszom. Nem, meg ezek a halcsapdák nem az enyémek. Ezek nem az enyémek. Ennek ilyennel elmegy az idő, hogy így elbaszom néha. Ha például föl kell ez a köcsög, elkezd futkározni. Így beszalad így a territóriumba, mász fut is a rabszol. Megvan a szintlépés. Ki tudjuk-e váltani a sarlu? Csak előtte. Nem sikerült fejet szedni. Jó van. Drop. Van még valami. Abszolút nincs. Majd tezék is kezdenek, hát elég csúnyán betelni. Ez a maradhat, 61 bőr, nem kell. Tizenegyes kell javításhoz. Ezek kellenek javításhoz.
Alul a Verának van már helye. Ugye. Kársa meg bemehet ide. Vészesen fogy itt is a fa, majd fő kell tölteni. Hiénákkal kell verekedni a nyersanyagére. Megéri. Hát igen. Négyes. Franc, essen bele, hogy nem. Ennek a karmait sikerült levágni. Jó. Feral flash. A karmokat elteszem, abból még lehet valamit mókolgatni elméletileg. A szemmájt nincsen. Ebben nincs. Ott is van, miért nincs kedvem hiénákkal fájtolni, most azt tudom, hogy itt van. Van egy. Iron Stone azért. 71-80-at össze lehet csak innen szedni. Ez teljesen korrekt. De tudok egy távolat, az távolít, az tele van. Nagyon sok ilyen, ezért csak nagyon sokat kell boxolni, ott az a baj. Ez a karakter nem bír el annyit, mint a másik mondjuk. Hát ott a cipekedése ki van teljesen talentelve. Nem rossz közel harcba se, de lehetne jobb is. Mondjuk így az erősebb mobok azért basszák szét, mert szinte az összes valamire való talent ki lett rakva a teherhordásra. De valami iszonyat mennyiségű nyersanyagot el tudok vele hordani. Ami meg kurva jó. Jelentősen meggyorsítja az építkezést. Lesz az első. Ilyen kőszörny. Megdöfködjük egy kicsit. Négyes, lebírjuk fejezni, ezt nem sikerült még egyszer se. Kristályt azt kibírjuk verni belőle. Viszont ha így egyedül vagy, teljesen jó, hogy gyorsabban ütünk, mint ahogy ő támadni tud, tehát meg se tud minket. Abszolút ütni, ami kurva jó.
Nagyon-nagyon sok vasra lesz szükségünk. Gyakorlatilag már az a jó, hogy a kőfegyvereket teljesen el tudtuk hagyni. Egy-két nap alatt. Ez a leggazdaságosabb szerintem az Iron. Itt is figyelni kell fölfele, mert ilyen kannibálok laknak. Kannibálok laknak. Túl stáncos volt. Performer. Darfali performer. Fighter csaj. Ezeket nagyon kivéreztettem a gecibe. 6-os, 7-es. Jaj, ez kell nekem. Ez a bleeding-el megvágott ez a szarputtony. Esetleg, ha eltalálnál, vagy ráfordulnál, az jobb lenne. 4-es. Mi van? Hetes. Nem kell már maszka, szereztünk. Csak humán flash-t tudtunk kiszedni. Nem bírom lefejezni egyszerűen. Valókor nem engedi abszolút. Mi van benne? Vér. Ezeket gyűjtjük, ezt is. Így. Csak egy dobozka volt? Egy loot volt, mert ez jó néz ki, ez a díszített koponyafa. Ez ilyen kis előőrs. Ez ilyen kis előőrs, itt a erős kannibálok ott vannak abban az egy templomba roma. Hát ott nagyon sok van. Nagyon sok van. Na jó, szedjük össze még a maradék fémet, mert... Jaj, az az. Mert az van egy kevés. Nyomják ezt az ausztrál kürtöt. De vuvuzela, bazd meg, vagy mi a fasz ez. Pedig pont nyaknál szeleteltem. Na, mindegy. Szerintem már szénért nem megyek el. Ezt berakom, azt tele is leszek. Hatos. Jaj. Mondom, hatos. Inventory. Nagyjából így javítással is használtam az összes nyersanyagot. Itt volt valami tábla kirakva. Itt valakinek volt valami putria. Ezt leszették. Vagy már az a player nem játszik. Akkor bejöttem, itt ki volt, volt egy kiírás, valami welcome, vagy valami üdvözlő tábla.
Szerintem ezek ilyen időközönként így restartolják, hasonlít az árkba így, hogy eltörlik így a megépített cuccokat. Azért sem akarok annyira komplex dolgot építeni. De is biztos nem kezdek el a japán palotát építeni a hegycsúcsra, mert ha lenullázzák, akkor nincs értelme. Bárcsak a skillek maradjanak meg, az nem volna rossz. Tehát ne kelljen már újra skillezni, újra kezdeni a karaktert, mert az ilyen baszott idegesítő lenne. Itt is rengeteg ilyen füvet lehet összeszedni. Rengeteg magot, amiből kását lehet a rabszolgáknak főzni a tűzhelyünkön. De egy sarló az hatékonyabb lenne, de az elméletileg azt a sima ironból nem is engedett sarró, csak is acélból. Az már kell, vagy kell steel. Mondjuk brimstone az van nekem. De nem sok 20 darab, de tudom honnan kell szedni. Itt van a közelben az is a bánya, ahol lehet bányászni. Már kezd lemenni a nap. Lassan haladnunk kell visszafele. Van egy komolyabb kis épület, egy mitra szentéllyel. Meg ez nem néz ki rosszul. És látom, van elefántja a gyereknek. Befogott egy elefántot. Mondjuk azt én is tudok majd. Csak necces lesz. Egy egész jó kis épületet épített a srác. Vagy hölgy, ki tudja, ki játszik. Kis szenté, bár eléggé messze rakta a putyerkáját. Mert ő aztán messzire mehet, és konkrétan ugye a kősivatag kell és közepén van, de most így, ha megszomja ez a karakter, itt le lehet menni vízért, de tele van aligátorral. Itt van valami szuper boss aligátor. Az nem egyszerű. Az nem egyszerű szétütni. Nekem a single playerben 60-as szinten se sikerült. De lehet, hogy itt most kevesebb van. Ah, ott vannak, aha. Mondjuk az csak egy kicsi. Karakter teljesen kitikkadt már. Sikerül elfejezni. Sikerült. Na végre az első krokodilfej. Megitatjuk, ugye. Beledugjuk a pofánkat a vízbe, mint jó ősemberhez illik. Ez a baj, itt igen, be tudjuk nagyon húzni ezeket a köcsögöket. És azért dobom el, mert tele vagyok hússal, majd rám rohad az összes. Ez se kell most. Ez is már elég van. Jól van, 448 darab. Na, rakjuk is be így a kemencébe így a dolgokat. Hát is rakhatom, mert ez.
Az úgy is elmegy gyorsan. Na, krokodilfej, nézzük. Ehhez már lehet, hogy kell csiszolfa. Vagy... az se kizárt, hogy még nem lehet, mert igen. Nincs a talent pont elosztva. Mennyi? 5 darab. Crit. Remek strength-re tudunk rakni. Hát az csak 3. 3-at lehetne. Mire is jó az ez? No. Több staminánk marad. Itt is 5 szabadon elkölthető. Hú, igen, ezt is érdemes lenne kiváltani. Saddler Works Table. Itt lehet lovokat képezni. Az még lehet, hogy később kellene. Az még lehet, hogy később kellene. Savage Armors. Ez a Darfari. Mondjuk ezeket már így meg le lehetne gyártani. Aha, itt van ott krokodil. Mindenféle kép kellene, egy ilyen nagyobb. Teljesen fasz, aki lett ez is váltva. Na most már meg tudjuk legalább csinálni az aligátor fejet. Itt van, aztán csiszolt fa kell. Van is egy. Van itt ilyen csontlámpát is lehet készíteni. Vagy csontkürtöt. 20 darab. Várunk, ebből még van gajjunk. 37 darab. 37 darab gaj az van, mert még odakinna, hogy hívják, be is lehet. Tehát korsó. Na, csináljuk egy ilyen sörös korsót. Na, nézzük csak. Igen, ez ilyen zé kell hozzá. Ezt nem tudom, milyen alapanyag. De egy ilyen kürtöt legyártok. Gival. Igen, ez itt megvan. Jaj! Ezt nem kellett volna, nem mindig. Átpakoláztuk így, egy kicsit átrendeztük. Maradhat, maradhat, maradhat. A követ azt nem ide kéne rakni. Hanem ide. Át kell rendezni így a dolgokat. Jó van, ezt már megcsináltuk.
Na egy hármas. Azt a rohadt kurva mindenit, te. Főkelne az ágyból a karakter, az becsapná az arcát ezért trófeába. Az első az mindig ide. Ez faszán is néz ki. Ez, ilyennel kéne telerakni ezért a házat kívül. Ezt a baba ágyat is le lehetne cserélni mondjuk ma. Nem, az meg nem férne, az meg házat kéne építeni. Mi vagyok én tele? Hát 80 darab izével meg az a szar kürtel. Ez a két ember nagyságú kürtel lehet, hogy az ott a gond. Hármas. Szóval ahol így kéne dudálni majd. Sok csont jó jött valamiből. Na nyomkodjuk. Az anyádat. Három különböző hangot lehet adni vele. Jaj, az Isten, mit nyomtam már? Leütöttem ott a chat falat, na mindegy. Kiszaladok egy perc, kiszaladok Söri. Az energy ma elfogyott. Na, az Isten verje már meg. Megnézzük, hogy áll a rabszolga. Hát, nem kell sok, elég sok kását bepusztított. Csak mondjuk kitennénk ide. Tudunk-e belerakni? Ja, csak ilyen dísztárgy, ez a szar. Akkor kirakjuk így az én mellé így. Sörös korsót így. Aha. Mit kellene csinálni? Nézzük, mit lehet építeni. A normál sajtót kellene, de az még nincsen. Na, ilyen fémszart. Ilyen fémládát össze lehetne hozni, és a kettő kicsi ládát meg kirakni. Ugye ezébe. Csiszolt fa az van, szerintem. Így. Rengeteg fánk van. Ezt a Carpenter hülyeségbe. Hát mondjuk nem kéne ezt azért, ezt felezzük le. Még jó jön ez. Csiszolt fa. 50 darabot tudnék csinálni. Hát ez se kellene Yamatai-ból.
Ez se lenne egy hülyeség amúgy legyártani, a maradékot meg berakjuk ide. Tehát a csiszolt fát kiért a cucc. Meg még mit? Ú, sejem, mit is kell? Aha, pó. Na sejemé el kéne menni. Pontosabban pókfonálé. Az nagyon szükséges lenne. Tenőri az van. Mit kért a másik? 5 darab vasszeget. Vasszegünk is van. És pontosabban mindjárt lesz. A split. Úgy, ja. Ezt kivisszük így a kinti kovács műhelyhez. Ezt megdolgozzuk. Itt van még a 14 darab, bár mondjuk ez egy kardmarkolathoz jó jön meg ilyenek. Ja, iron reinforcement. Hát most csinálom kezdésnek 20-at belőle. Ezzel ellenőrzöm, hogy mennyi kell ebből a szemétből. Hát csak 5 kéne. Nem baj, 20 az jó. Kész a rabszolga. Fasza. Mindenféleképpen beviszem a csajszit. Jó lesz itt tartalékban ilyen kis ezének. Na, mi a baj? Most nem működök, nem tudom letenni. Az ott egy player? Az olyan annak tűnik. Úgy. Faszé, nem tudtam én ezt most használni. De az első player, akit látok, úgy érzi. Hát tegyük egyelőre a ládikával. Nem dolgozta meg, vagy elfogyott a kása utolsó percben. Az is lehet. Na mindegy, hát. Szarakodik bazd meg, na mindegy. Úszkál, geci, az ilyen. Az anyád van. Hogy lesprintelt majd, de. Szia, kész az izé is. El kéne menni a szögé. Na, 5 darab megvan. Faszé, nem tudom én ezt még így használni, hogy mi az Isten volt. Hármas, ezért berakjuk. Szerint Armoner. Valami gebasz volt. Sima izét kellett volna lopni. Lehet, hogy Warrior-t kellett volna, ez ilyen szakmás tudsz, hogy vagy ezéhez lehet berakni, nem tudom. Esetleg az se kizárt. Harmoner, akkor ide lehetne tenni mondjuk, mint egy munkás, vagy valami. Nem, de egy elfér ott. Jó van.
egyet tudunk csinálni. Pontosabban kettő ilyen izé kellene kezdésnek. Azt felszedjük. Most kicsit túl terheltük magunkat, de nem baj. Hármas. Hát ez már azért faszában néz ki, meg nagyobb is ez a cucc. Kevesebb helyet fog foglalni. Ez az. Hát igen, dupla akkor azért. Mit is mondjak. Még ez a szicc, ez nem tudom miért itt van. Meg a bőr is miért itt van. Gyanta, brimstone. Shepherd Wolf is miért itt van, mondjuk ez horn, ez maradhat. Ez olyanokat, amit így nem használunk, az el lehet rakni, de ami meg nem kell, az meg a faszé van itt. Mondjuk ez kezdések, lótus. Ilyen ágy darabka. Tégla. Ezt mondjuk be lehetne rakni. Ide. Szétszedjük. A bőrt is be lehet rakni ide. Az ágat be lehet rakni ide. Ebbe. Ne kéne menni vászolni. Közben. De álljál már, bazd meg. Rögtön már ülne le a karakter a francba. Azért kint maradhat, igaz? Úgyse bírják elszedni. Ezen kinti tárolónak jó lesz. BVR szerver lévén. Nem nagyon tudnak vele mit kezdeni. Csiszolt fát se kéne nálunk tartani, hanem barakjuk ide. El kéne menni, hát menni, hát tele vagyok, basszus. Mi vagyok én tele? Mi a fa? Ja. Jó van, na. Elfelejtettem lefele görgetni, na. Ez se kell, ez se kell. Tegyük ki a napra így ez egy teknős bébit. Hogy a szaludjon a ládába. Jó van az neki. Hagytam magamnak vasat, hagytam. Már jönnek is. Na, ezt is lefejeztük, remek. Alóeverát, az mindig szedünk, az kell. Fasz, tegyünk ide ma. Hát a nyúzókés mondjuk. Négyes.
Horgászni is, vagy halászatot is kéne már tanulni, abból halolajat lehetne csinálni, abból meg lehetne maltert. Igen, akkor már lehetne lépni így, lehetne komolyabb épületet is felhúzni. Ez nem volna rossz. Itt a GM srác itt kurvára el van engedve, úgy látom, ilyen cucca. Nem szarra a gurít, az biztos. Mire ez? Mennyi szintet el? Hát minimum 60 a szintől már. Az igen, igen, sárkány trófea is. De hát ez biztos, ez biztos egy GM akkontja van a srácnak, vagy szerver tulajdonos, vagy valaki. Ilyen cucca. Ez nem egyszerű. Ennyi mauntja van a gyereknek már. Én csak most csöveskedek elé pókfonálni. Hát be is szaggat már itt. Az igen. Ezeket mind be lehet fogni, ezeket a jó szágokat, aztán így be lehet rakni őrszemnek, vagy bármi másnak. A mountolást azt nem tudom még, akkor nem nagyon, hogy is mondjam, tehát tavaly óta nem nyomtam vele normálisan, akkor még nem is lehetett mounttal menni. Szerintem tavaly év vége fele hozták be, hogy lehet lovagolni, azt hiszem. Hát a mountolás az még nekem is új. Az igen, még óriása is van, bazd meg. Hogy ezeket most itt tényleg be lehet-e fogni, az még jó kérdés. Ilyen egyszerűbb jó szágot, az simán. Tigris meg. Tigrisem az nekem is van a single player módban. A szellem. Na mondjuk az acélhoz innen lehet szedni a Steelfire-t. Steelfire-t? Na, nem azt. Mindjárt mondom, Brimstone-ot. Csak itt egy kicsit verekedni kell érte. Na, ez a baj, hogy nagyon gyorsan. Tehát 2-3 ütést bír ki. És utána annyi is. A többé már sajnos verekedni kell. Jaj, jaj. Oké, futás van, futás van. Ezek szétbasznak. Ezek szétbasznak. Aztán bleeding meg is harapott egy tartóson az egyik. Hetes. Még nem kell nekik sok. Ha kijönne a barlangból, akkor így. Az anyátok. Kurva úristen itt. Na, most már lehet őket szeretelgetni.
Az ki van, még csak egyet sikerült normálisan lefejezni. Frances sem bele. Legjobbkor. Lesz egy pár aligátor, az biztos. Ők ilyen növényt azt gyűjtögettem, de hogy mire való, az, az jó kérdés. Az nem az. Az a brimstone, ez az. Így van. Hát, ha acélt szeretnénk csinálni, akkor ez mindenféleképp kell, ez az anyag. És az eléggé könnyű kibányászni, csak majd 10 szint fölött kell azért, hogy ezt a sok aligátort le tudjuk verni. Ja, ez nem is az. De kevesebben, régen ez tele volt. Nagyon sok ilyen tűzet volt. Ilyen brimstone. Nagyon sok ilyen volt belőle. A kurva anyárat. Ez az. Karóba húzzuk itt. De megvan a feje ennek is, remek. Drop. Hát már kezd rám rohadni a hús, ez nem jó. Na nézzük, hogy tudunk-e még kopogtatni brimstone-ot. Ott lesz egy ilyen nagyon erős krokodil boss. Az. Már jön is az egyik. Nyolcas. Négyes. Ezt is lefejeztük. Ezt már nem. Ha, még tudtunk ütni, remek. Ne, jó van. Nem bohóckodunk, elég volt így. Az a baj, hogyha itt szétcsesznek, akkor itt nagyon szar lesz visszamenni a cucci. Elég necces lesz. Talán ha kezdhetjük a farmolást, akkor elveszik az összes fegyvert, meg minden, mert itt minél távolabbra megyünk, annál abban meg kell gondolni, hogy hogyan oldjuk meg ezeket. Hát már kezd lemenni a nap. Ezek a szellemeket nagyon jó megcsinálták, tele van ilyen kísértettel így az egész. Egy odamész a romokhoz, azt jönnek ilyen kísértetek szemben, jó, nem agresszívak. Mondjuk az északi területen ott is volt egy pár olyannal, amivel killódni kellett. Ja, pókfonálé mentünk, csak annyira elbasztuk az időt, hogy ránk esteledett. Úgyhogy ezt majd másnap mindenféleképp. Úgyis már félig tele ment a táska. Úgyhogy rengeteg cuccot eldobáltunk. Kurva szép ez a játék egyébként. A Conan a barbár feelinget, ez nagyon hozza. Úgyhogy gyakorlatilag Conannel csak a játék legelején találkozunk. Meg esetleg, hogyha
Elmegyünk, itt van egy valahol egy város, azt hiszem. Itt ez. Valahol erre fele. Itt van egy kocsmába. Ott lehet még vele beszélgetni. Még a dátumnál többet is írhatott volna a gyerek. Valami viccesebb, fantáziadúsabb nevet adhatott volna. Így a birtokának. Tizenöt másodpercig még bírja a fákja. De már jön is valami fasz. Oh, frances rendbeléd. Már komplet hín a család, remek. Legjobb, hogy este kell ezekkel boxolni. A holdfénybe levagdossuk a fejüket. Egynek sikerült is. Ó, bazd meg. Sok feral flash-t, komolyan mondom. Az a baj, hogy alacsony szinten se elég az, hogy rendesen táplálja így a karakterünket. Ráférne a javítás. Gyorsan le is nulláztuk így a hurcibát, Iron Bar készletet. Ezeket meg lehet, hogy itt újra termelte. És ha kellene egy olyan rabszolgát szerezni, amelyik nem ilyen szakmás. Szerintem azért, mert szakmás volt, mert ez valami Arboner volt. Azokat tudjuk kitenni elméletileg a kapuban, amelyik ilyen guardian, ilyen harcos, vagy ilyes, vagy így játsz. Készítsük is el a trófeákat. Teki már van, krokodil van. Ah, csak csiszolt fa. Az van kevés. Azt már áttettük ide. De amúgy is kevés van. Azt csiszolnunk kell jó sokat. Itt már komolyabb trófeákhoz már nagyobb mennyiségű fa kell, de még az a jó, hogy itt volt. Szerintem meg kéne próbálni ilyet is készíteni. Mi kell hozzá? Kötél, meg pálca. Hét darab twine-t, azt tudunk csinálni, már tudnánk csinálni, hogyha esetleg raknánk ide. Még egy tízest gyártsunk le. Pálcát berakjuk ide. 5 darab twine. Kraftolhatunk is egy íjat. Csak szerintem nyilvesszét azt majd neccesebb. Mondjuk azokat el lehet venni így a izéktől. A levadászott rabszolgáktól vagy ellenfelektől. Nem is foglal sokat. Ide. A bőr, hát az most minek tudunk. Aloe vera az. Igen. Hát a brimstone, a jó öreg brimstone. Fogak.
barkot is kell majd szedni. Azt hiszem. Ez megvan. Na, kraftoljunk kettőt. Ez mi kell? Sima wood. Nincsen sima fa izébe. Ó, bassza meg. Hányszor szedegetem még én ezt innen? Na, szintet is léptünk, remek. Egy hién a fejünk volt, meg kettő teknőc. Vagy egy teknőc. Hínát már raktunk ki, van ki hína, jó. Na itt hogy rendezzük a dolgokat? Na, hát ide kell szerint az egyik krokodil fej. Picit hülyén néz ki, de vicces. Jaj, oda már oda tettem az egy teknőcet. Na mindegy, alá tesszük. Azt már nem szedem vissza. Na ilyen háza senkinek sincs még. Legalábbis ezen a szerver. Lesznek persze benti trófeák is, csak mondom, az ilyen díszítő elemnek jó néz ki. Nem vadállatul néz ki, az biztos. Na hát van négy hiénánk. Vagy egy hiénánk? Egy darab fej. És fogytak a trófeák. De lehet, hogy nem is ezt kéne, el kéne menni valami normális rabszolgáim ám végre. Látjuk, hogy mennyire az a te player, ez szaladgált itt nekem. Ez föl alá szaladgál ez a gyerek, mi a fasz csinál? Tehát itt esett bele nekem a tóba az előbb. Annak ütve a faszom! Gecibe. Komár, mondjuk ha kibírta nyírnak komár. De föl se lehet aprítani, ez a baj, nem jöltük meg. Ötös. Ez a ház már itt van már mióta befejezetlenül. Wuteng. Ez a karakter neve. Hol a fütykösbe lehetni jó rabszolgát szerezni még? Esetleg megnézhetjük ott hátul, de szerintem a gyerek pont arra ment. Lehet, hogy szájba csapkodt őket ott. Ja, vadászgatott, azt látom.
Nem, itt vannak azért. Jaj, hármas. Ez is tenőr. Faszom! Hetes. Igen, mert bunkóval próbáltam. Aha, ott valahogy killódnak. Egyes. Ez a tenőr, azt hiszem. Volt nála csizma, volt nála csizma. Ráadásul ez ilyen heavy buzz, medium boots, geci. Ez erősebb, mint ami rajtam van. Hetes. Ez a baj, hogy gyerek körbe boxolta itt az összeset, bár... Bár nem tudom. Ezek csajok, na. Alabárdos az egyik. Oké, oké, hármas. Gyere, bazd meg. Ez már elméletek fighter, ez jó lenne. Gyere, kurva anyádat, feküdni fogsz. Ne enj a faszomba, beesett a text alá. Az Isten bassza szájba a kurva eget. Ó, hogy a... De nagy nehezen leverek egyet, bazd meg, azt... Istenem. Akkor szétkaptam keményen, mondjuk. Hát ez ilyen nincsen. Urva picsába, hát ez... Fasz üsse ki a szemét. Text alá beesik, amikor elálljuk. Hát ez kurva jó, bazd meg. Azért szétverem ezt az aligátort. Anyádat. Ó, hogy basznád meg. Fél HP-mat leharapja ez a fasz. Abban legalább lefejeztük. Ó, bazd meg. Hogyan lehet nézni? Gamatai Demos Szabaton. 38. Ja. Ez volt a Medium Boots. Most már kellene váltani normális páncélra, mert ez nagyon lófasz. El kell menni nehéz bőri és minden. A másik oldalon vannak még. Beesett, bazd meg, a text alá, hát nem hiszem el. Vicc. Ez vicc, bazd meg. Jó, csak nem homokvihar. Olyan. Szürköl az ég. Ó, a kurva picsába, hát. Pont akkor, amikor akarok menni, hát. Ez bejön ide, vagy csak megkerül úgy, mint a múltkor. Na mondd, és akartam, hogy amit a játszok, még nem volt homokvihar. Mi a fütyi? Mi a fütyi van? Ez bejön ide. Ez bejön ide. Ez keményen be fog ide jönni. A kollega, aki kim van, az most rábaszik. Nem fog tudni ezért. Na ez sebez minket, elég keményen. Az de kurva jó néz ki. 8-as. Ez telibe ver minket, úgy jött ki. Hoppa. Ha már is kell sebezni. Gyerünk is csak be gyorsan. Úgy a. Sima leather. Mondjuk ez...
Most nekem melyik van? Démon. Ja, ez is egy közepes, ez is ilyen médium armor, ami rajtam van amúgy. Mert ehhez már viszont komoly izékel. Heavy chest painting, meg ilyenek. Ezt eltesszük, ez jó. A kis boots. Ez komoly, rendesen sebez még mindig. Homokvihar. 162. Split. 41-et el is teszünk. Úgy. Az nem a kemény, itt van ugye bár ilyen kis ablak, így átfújna rajta, az ugyanúgy sebezne, akkor rábaszná. Mindig ez nem kell annyit, lesloppolhatjuk. Itt van az izé. Stables. Na, hát ezt legalább megépítjük. Brick. Mennyi kövünk van? Elég sok. Stables-t azt megépítjük ki, égetek ki téglát. Azt így lehet így az izébe házon belül. Megcsináltam ilyen kandalló. Kandalló szuperkemence. És is sima brick. Jaj, de jó. Meg amit begyújtottunk, már majd egy díszkart kirakva. Akkor még ezt használtam még az elején, ezt a fegyvert. Közben még égeti a téglát. Csak meg lehetne próbálni ezt a rabszolgát még. Hát, ha valami normálisat. 50 darab kása, hát mondjuk az kevés lesz majd, az főznöm kell. És egy player van. Bár ez így látom, így önerőből dolgozott. Meg így. Srác is megvette a japános kiegészítőt, úgy látom. A rabszolgáj. Tigrise. Na, még ezért farkast is össze. Ez meg is. Ez már minimum ilyen 60-as szintű lehet a srác szerintem. Itt a cook, azt hiszem. Aha. És az ide van, ez is ilyen szakmás rabszolga. Tök király. Darfaris, ez fel van a cuccba öltözve, tetve, mint amiben én. Találtam itt valahol egy putrit, ez nagyon komoly volt. A srác az így elbújtatta, mondjára. Azért nagyon bújkált a többiek előtt, bár ez nem PvP szerver. Valahol itt lesz, ez nagyon vicces volt. Atomic Bull, ez a karakter neve. Hova rakta a gyerek? Ötös. Na, mostanában sikerül lefejezni őket, remek. Látom, hogy azért nézem a monitoron is, a tévére kikötöttem ilyen secondary monitorra. Látom, ott se nagyon akad. Ez is ilyen viccesen, érdekesen hozta össze. Ez is ilyen egyedi lakrész. Tehát egy egymás seggébe rakták egy play, lehet, hogy ez ilyen baráti kör lehet. Annak is van kint izé, ha
Nem én találtam ki, tersőnek úgy látom a... ezéket. A hasíti van egy Carpenter, ezéhez ilyen rabszolga beültetve. Mondom, ő kezeli az ezé. Ha itt is volt embercsoport, csak ki lett írtva a francba. Bazd meg! Jó, az izé! Ah! Jó van. Srácnak az izé. Ez kurva ré. És itt van egy pap. Van neki egy oltár így a tetején. Na, ez kurva jó. De akkor lehet, hogy ezért nem tudtam létrát csinálni, milyen keretet kellett volna elé. Keretet kellett volna neki. Előtte letolni, mert csak megépítettem a létrát, de nem tudtam beállítani sehova. Szóval látom, vannak ilyen keretek megcsinálva. Akkor lehet, hogy az kellett volna hozzá. A faszom ez. De ilyen zéje is van, bazd. Nagyon jó. Nagyon komoly. Igazából is egy kilométerre mehetünk rabszolgálni, mert pont itt lennének ilyen embercsoportok. De hát úgy telenyomták ilyen lakásokkal. Mi a picsa? Nem az anyád, hát ilyen szétütlek. Kis búzért rám köd, bazd meg. Gyere, bazd meg, te is kapsz, mondjuk. De. Ezekre még a kardot se veszem el, amik elő. Eltesszük, bekészülünk szamurájusot. Ezt lenyessük őket a fazba. Ott vannak emberek. Ó, pont a csajnál van a balt. Ó, bazd meg! Nagyon oda baszott. Pont egy kis csinos kis csaje. Csak feka ez is, ez a baj. Remélem ez már nem esik be a text alá. Nem. Jaj, de jó. Négyes. Na, mi a baj? Megkötöztük. Oké. Na hát akkor fussunk vele. Közben falatozgassunk itt szépen. Megvan a rabszolga, azért húzzuk így végig a köveken meg azért, úgy az igazi. De az a legszebb, hogyha itt a guardianok ráütnek. Akkor aztán esélytelen leszek teljesen innen rabszolgát összeszedni. Az, hogy át kell mellettük menni. Jó, nem. El tudjuk vinni, fasza. Ja, csak nézni kell, mert a kötél is, ugyebár van kopásra, kopik a kötél. Ha belemegyünk a vízbe, automatikusan elengedi a rabszolgát, azt vissza se lehetne venni, ez a baj. Tehát így lehet vele szívni. Tehát ezzel a sima fiber kötéllel ez nem a legjobb ötlet, ilyen nagyon messziről hurcibálni ezeket. Én ezt úgy látom, hogy ez már Guardian lesz, az jó. Azok ott mindig ott boxolnak, jó van. Ó,
ott is volt egy magányos, na bazd meg! Hát csak azt hogy hozom át? A vízen, ez a baj. Bár mondjuk ott körbe lehetne. Annyira kiépítette azért. Ugye azért áthúzhatjuk. Az igen. Az egy szar. Önmagában bazd meg van a húzásba belehalni egy normális ember. Így húznák valaki végig a földön. Szunk egy kis vizet, megfürdetjük a rabszolgát, és úgy. Hello, szia, szia! Köszi! Reméljük, ez is elég sokáig fog tartani. Ó, és ott már, ja igen, ez a baj, hogy hát újra termelte a rabszolgát, így az embereket. Nagyon vigyázni kell. Pontosan. Berántom, aztán így rábaszok, mert ezek jönnek utána. Rakjuk is be gyorsan a izébe. Hogy át tudnak jönni a hídon. Négyes. Fasza. Ezt tudjuk is javítani. Úgyis már ennek késő este fele van. Aha. Mit is kell? Brick, az van itt 5 darab. Ezt mondjuk elhasználhatjuk. Aztán a... Még nem rontjuk el, vagy nem használjuk az összes követ. Aztán itt a... Carpenter branch. 15 kő, hát egy kicsit túltoltuk, ja. Tíz darab kötelet kell még fonni. Jó, közben teszünk föl egy kis kását a rabszolgának. Azt az úgy kell, hogy... Szerintem mind a 30-at rányomhatjuk. Főzünk amennyit lehet, mert ez így elfogja használni őket. Hogy is kell lesz? 67 tégla, 15 ilyen fos csiszolt fa, az még volt az előbb. Abból 34, ez király, ez abból már lehet tevékenykedni. És tudunk ilyet csinálni, jaj de jó. De ilyet még nem építettem sose. Másik, de hát ez nem is most lesz meg, ahogy nézem. Nem is most lesz meg francba. Hát ezt kidobom a francba, ne foglalja a helyet. Ilyen fenget, ez nagyon sokat lehet szerezni, az egyszerűen annyi lesz benne, hogy ha nem fogjuk győzni. Ték. Ezt mi is megkóstolhatjuk. Egyébként ezen is lehet élni, csak nem a legjobb, tehát a sebeket nem a leggyorsabban gyógyítja be. Így, és ez már jó lesz. Az elméletileg ennek működnie kell.
Mit lehet még csontokból csinálni? 23-as. Láttam ilyen szép csont. Csont, mit is? Ilyen. Csak az nem itt. De itt 20 darab. 23. 50 simakő. Most itt 200-at. Rakunk bele, meg mi volt? Tehát aztán twine kell? Aztán twine kell, hogy összekötözzük őket. Igen, nem twine kell, hanem ilyen nyíl. Akkor ágok, amit nyílnek használunk, csak szerintem felhasználtam itt az összeset. Felhasználtam az összeset. Ezt így át kell hurcibák adni mindig. Azt hiszem ez az. Aha, és egyet tudunk csinálni, fasza. Ez világosabb lesz a környék egy kicsit. Még ez nem kell fémet használni, ebbe az a jó. Ilyen csontot mindig lehet találni. Úgyhogy az úgy nagyon jó. Már azért baszkódik, azért persze. Szokás szerint mehetek a távkapcsolói. Hát persze, hogy egy kilométerre van hagyva. Ugye? A időközönként lekapcsol a tévé, azt. Akkor nem látom, hogy megy a stream. Aha, ez itt megvan, ezt átraktuk. Ide is, itt a világítás egész jó, itt egy kívül bent is. Ez egy jó meg lett tervezve. Hogy ide kivilágít a cucc is. Hát én itt nyomnék egy... Így. Ami frankón néz ki. Majd itt ez így folyamatos. Hát mondjuk az itt ide se ártana. Szegünk az már van. Ide se ártana. Aztán még van egy lámpa, vagy valami. Szóval tök csont viszont már nincs. Hát most minek világítjuk ki azért kürtöt. Hát esetleg lehet, hogy több hasznát venném. Na baszki. Ha ide tenném. A rabszolgához is kell majd egy... Itt most ki van nyomva az egész. Nézzük meg, hogy hol tart. Hát nem sokára meg lesz. Szerintem meg előbb meg lesz, mint a rabszolga, az biztos. Hát a nap is jön föl. Mennyi? Építenünk kellene még ilyen. 64 darab. Építenünk kéne ilyen lámpácskát. Hát egy 3-at legyártunk. Van még esetleg fémünk. Van. Még esetleg ezt ide nyomnánk, és... Még 4 darab biztos elég lesz már. Na, pont mire jön föl a nap addigra. Hiszen 8 méhecske mély van ez itt, tehát inkább ide kéne. Hát kitanuljuk a méhészkedést. Úgy fogják majd fosni nekünk a mézet, mint az állat. Hát igen, mire elkészítettem a lámpát addigra.
Megcsináljuk a közvilágítást itt egy kicsit. Aha, ott van. A rabszolgálása lenne rossz. Poénból itt az én is. Kannibálok laknak, geci. Bírják ma olvasni ezt a táblát, hogyha jönnek. Aztán el is dobáltam az összeset. Remek. Na most már ezért a lovakat. Haha, lovakhoz nem ült. Ahhoz nem jut. Na, az fasza. Ez már biztos kész van. Kész hát. Hova tegyük? Ez is elég nagy épület lesz. Hát ide hátra kéne mindenféleképpen. Ott a rohadt! Hát nagyobb a, mint a ház, amiben lakok, baszki. Várjam, ez így nem jó. Hú, ötös. Dur neki. Menj már. Én nem lakok ekkorába. Ja igen, ide kell majd betenni a lovat. És ez betörik, ha azért kell adni neki fibert. Hát csak hol lehet ló? Szerintem éjszakon mindenféleképpen, de legalább ez így be is fogja itt világítani, legalább tök jó. Hogy áll a lapszolga? Hát elég szarul. Épülnek így a izék. Egzisztencia így. De mit is akartunk elmenni? Mióta sejmet szeretnék csinálni? 3 napja. De mindig elbasztam valamivel az időt. Úgy döntöttem, hogy nem szorozok. Gyorsan elmegyek még sejemé. Igen, még a sarlót még nem tudok készíteni sajnos. De ezeket érdemes kibányászni. Ironstone-okat most megezéltük, megfingattuk megint. Ezek úgy fognak fogyni, mint a rohadalom. Ez durvábban fog fogyni, ez nagyobb fogyóeszköz lesz, mint a kő. De mindent szinte abból csinálunk meg. Mindennek ez a iron lesz az alapanyaga. Látom, van szenecske is, meg ezé is. Jaj, de jó. A buzi hiénák. Jaj, de jó. Ó, meg a muflon geci is jön, bazd meg. 7-es. A kurva anyát, hát elvetted a csákány, bazd meg. Ez a szar, hogy elnézi az ember a gombsort. Ötös. Ezt le lehet fejezni. Nem akarja.
De, sikerült, jó. Sikerült, ez necces volt. Feral Flash. Hol láttuk a szenet? Valahol itt. A búzi nyúl. Erre lesznek a pókok. Úgyhogy szedhetjük a sejemnek valót keményen. Szerintem póktojásokat kéne keresni, az itt lesz így a szikláknak a tövében. És itt volt, ott van azaz. Ezek azok. És ez az a gossza, mert hogy mi az Isten ez. Ebből csináljuk a sejmet. Nem soká a pókok is felbukkannak. Ilyen közel itt van, aztán mindig nem tudtam elmenni, ezért hihetetlen. Na, megy is az akciózene. Az jó is bírja az ütést, ahogy látom. Ez a zöld szar. Stanima is kifogyott teljesen. Lehet, hogy esetleg katonával kéne próbálkozni? Ezért nem hagyjuk majd a szenet, ha... Hát... Ezért ez jobb. A lándzsa. A naginata azt táposom. Bár mondjuk szamuráj kardból így acél lesz majd az igazi. Még így bohóckodhatunk vele, az biztos. Na ikor ez a... Ezt a halakból is könnyedén kinyerhetjük. Sokkal egyszerűbb, mint ezeket vadászni. Kő. Na bazd meg. Hát. Ez nem jó, bassza meg, teljesen kifáradok. Mennyi fonál van. Aztán lehet. Lassan most már süthetjük újra a húsokat is, mert kezd
Kezd azért fogyni, villám gyorsan. Ez olyan túl sok, ezért nem lehet belőle szedni. Nem tudom mennyi. Például festészetet húztam ki, ilyen művészeteket. Nem tudom mi, ez is ilyen dekorálás szemszögéből fasza lesz. És ahhoz jó, hogy a festő vásznat ilyenből csináljuk majd, pontosabban a sejemből. Csak ez meg kell a sejemhez. Ez a jó, nem is nehéz. Lehet szedegetni. Csak már bele fásul az ujjam a sok egom nyomogatásba. Azt a kurva mennyi van itt. Mondom, ez a hely a legjobb itt egyébként itt tábort verni kezdésnek. Mármint kezdő karakternek, mert minden van. Közel van a vasérc, közel van a víz, közel van a szikla, a fák, az állatok. Értem, vannak még olyan állatok, amit alacsony szinten könnyebb üthetőek. De valaki elmegy mondjuk ott az esőerdős részre, hát az brutális. Ez kezdésnek nem is lehet. Tehát az első szar varánusz kinyírő karakterünket a picsába. Még 60-as szinten is megfingatja a karikot. Nemhogy még ilyen alacsony szinten. Rengeteg szén is van itt, nem is tudtam. Múltkor még ilyen szenet nem is láttam itt. Csak ezeket a pókfonalakat. Ó, már majd meg lesz a 300 pókfonalra való. Pontosabban sejemre való. Ez az. Hú, ma feljöttem, már nem is tudom hova. Na szétnézek itt is, hogyha. Itt is lesz a közelbe egy pókboss elméletileg. Itt szét lehet ütni. Itt van-e? Ez kurva nagy. Szerintem ezzel ne jampiskodjunk ezzel, majd később. Megfelülő páncélba. Jaj, baszki. Pont a pókok közé. Ugrunk be, én sem vagyok normális. Ez elég erős, 2-3 azért már megfingathat keményen. Baszki. Ötös. Az gurul a tetem, baszki, nem áll. Franc essen bele. Kéne nyerni belőle. Némi ezért, olajat. Nagyon elbókláztunk a sivatagba, úgy látom már itt a... vízkészletünk is keményen megcsappant. Nem a skorpió, vagy a gyereké lehet. Van fel skorpió srácnak. Pillanatra felnézek oda is. Milyen cuccai vannak, mondjuk ez elég érdekesen építette fel. Ilyen ferdén az egészet. Na van egy pár rabszolgája, ez se szarra a gurit.
Ez nem gesztizik, van a pár rabszolga. Rendes fehér táncosa is vannak. Hú, de jó neki, bassza meg. Kimériai táncosnő. Hát ez a kettő is. Na. Nem tudok felmászni. Bírnám staminából, csak nem akar valami felkapaszkodni. Igen. Ez a fák, ez brutálisan jól néz ki. Ez a karfogó tigris, minden van ennek. Sámán suna. Ez is bazd meg. Tud a fasz ez a páncél. Azt kell ilyet csinálni majd. És hogy nézem, nem, ez nem is izé. Ez is még egy félkész ház. De ez már ez a vasszegekkel készült cucc. Ott van a mesztelen csaj is ott táncol, nézzünk csak be. Nézd meg azok, honnan szedi ez a jó izéket? Northheimer, szerintem éjszakról. A faszomnak sincs kedve ez. Ilyen darfari szarokat összeszedegetni mindig. És itt a rabszolga dolgozik, kemény. Rabszolgát lehet kovács ezért dolgoztatni. Nagyon komoly bazna. Van neki látom, hogy néger táncosnő. Fegyvergyűjtemény, azt a kur milyen kardjai vannak. Dur. Ez pont rálát a portámra. Megint szereztünk. Az még oké, ez még üthető. Ötös. Ezt már fejezhetjük is le őket, ha engedné ez a geci. Na bassza enged. Hogy áll a rabszolga? Kész van-e már? Á, már nem kell neki sok. Nem kell neki sok, nem kell. A húsokat felrakhatjuk sűrűn. Hát ebből se kell 50, meg ezért már kezd rám rohadni megint. De kész, akkor ebből a szemszögből sokkal jobb, mert nem romlik meg a kaja, sokkal lassabban romlik, mondjuk, az étel. A fejeket kirakhatjuk.
Hát nem sok van, kettő krokodil. Összes csiszolt fát elvittük, jól van. Van itt hagyva, van. Na, azt mind nyomtam ki. Nem is ilyen kell, hanem lehet, hogy ezt a nagyot még meg se tudom csinálni. De meg tudom csinálni. Nagyszerű. Ezért is áttesszük a... ezt a cuccot is. Készítünk némi vasat. Úgy látom itt... aha, 85 darab. Na, mi a baj? Állítottam véletlenül. Ez megvan. Azt ide rakjuk. Négyes. Hát igen. Jó lesz. A belső trófa. Az elsőt mindig a bentre teszem föl magamnak. Ezt nagyon szépen itt tele díszítem majd a falat vel. Nem raktam el azért. Hova kell majd a pók fonálna? Várjunk azt majd. Ha kihelyeztük a trófeákat majd. Aha. Aha. Na, négyes. A szimmetriában nem nagyon látom ebbe a pózba, hogy jó lesz-e vagy sem. Már túl magas. Hát persze lentebb tettem az egyiket, annyira kurvára jellemző. Hely, ez annyi. A négyes. Te faszom. Mondjuk rá. Ennek már pár másodperc kell csak. Nézzük a sejmet. Ez az. 162. Te egész gyorsan csinálja, fasza. Hat pontunk van, amit eloszthatunk. Mert mindenféleképpen. Hát ez a sprintelésnél lenne fasza. Most egyelőre a strength-re rakok, hogy nagyot tudjak ütni. Oh, amúgy is megy már le azért. Nap, napocska. Ki kéne próbálni ezt a helyzét. Tudunk is csinálni. Felavatjuk ezért buzogányszerű
fegyverzet. Van ilyen Warhammer is. Ez egy kezes. 8-as. Ó, az nagyon jó, hogy kéne egy jó egykezes. Igazából, mert nem tudok világítani, ez a baj, hogyha ezért van. Szóval jó küldi. Thunder enemy. 5-ös. Kaptam is rá valami pontot. Jó, sokkal lassabb, mint az azért. Azért már legalább látom, hogy mit ütök. Meg is van a szintlépés is. Ó, a kurva faszba! Hármas. Az nem jó. Nem sikerült fejet szerezni. Szerintem a Nagi Natának kéne csinálni egy jó kis tartót. Fegyvertartót. Na nézzük, hogy mi kell hozzá a fegyvertartós cucchoz. Az egy pozs. Ide is ez is jó, csak nekem az a másfajta kellene. Nincsen iron bárunk. Miért nincsen? Miért nem volt nálunk iron bár? Hát mivel javítjuk a cuccokat meg? Egy elég lesz, és akkor a naginat átoda. Én szerintem ezt a ezért szamuráj kardot hordom, meg a egykezes bunkót. Aha. Ilyet rá lehetne tenni? És pont úgy kéne rakni, hogy szimmetrikusan. De mindjárt megnézzük, hogy ilyet. Ilyet is tehetünk bele. Remek. És akkor ez ilyen slot, és itt tartja a fegyver. A naginata az látványosabb, mert szép, ilyen hosszú. Nincsen, ezért? Mi a pütykös? Hát az összes ezért kitettük. Miért is lenne? Nem már elhasználtam. Na basszál föl. Idegileg geci. Nagyon tele vagyunk. Mi ez a nehéz? Hát a 169 kő. Mondjuk azért ez megdobja. Azt kirakhatnák mondjuk ide. 357 szenet is. Az egy túlzé. 5-ös. Jól van. Megvettek kész a rabszolga. Na ezt már föl lehet állítani. Föl is lehet majd öltöztetni. Olyan helyre tegyük, ahol nem szalad ki. Mert az a baj, hogy itt el fog szaladni, ez egy boxolgatni fog a izékkel. Ezekkel a faszokkal ez a gond. Jó, a kezdésnek ez itt megfelel. Az annyira nem is olyan vészes, ilyen kis kreol csajszi.
adhatunk neki fegyvert is. Micsoda ő? Stygian Exile. Egy kis bunkó, egy kis balt, kőbaltás csaj. Na nézzük, hogy milyen cuccaink vannak, hát. Föl lehet öltöztetni a babánkat. Fel is fogom. Elvesszük a ruháját, nem kell az neki. Kap majd normális fegyvert. Egész csinos. Na, bakancsa már van. Esetleg mondjuk egy ilyen alappáncélt lehetne csinálni. Nem kellene túl erős. De ilyen ázsiai. Ez mik kellenek? Rengeteg ledör, amit itt találunk. 132, meg valószínű fém is kell. Nek ez van nálam. Jól van. Hol is van ez? Ugye benne előképzéket kell csinálni. Aha. Ma forró, ma fűt a gép nagyon. Azt a kúra milyen forró. Ja, tudom. Csak az a baj, hogy eléggé gyengék még így alsó szinten. A szétütik, aztán folyamatosan zarakodni kell vele. Még ez egyelőre még csak így berakom ilyen dísznek majd. Na, ez kell nekem. Ó, kötél. Kaját azt adhatunk neki, mondjuk. Nem csak elfelezzük. Gyártunk kötelet. Hát, hogy menjen ki 100 úgyis. Kell az biztos 100 darab. Kötél az folyamatosan van használva mindig. Itt is volt benne. Nézzük akkor. Le kell gyártani ezeket a... az nyersbőr kell. De hogy az összeset feldolgoztuk, majdnem. Nem. Óhó, nem. Nem. Van még nyersbőrünk. Aha. Ezért kell csinálni a bőrszart. Tikledőr kell, ó, a francba.
Ezt nem gyártottuk le? Nem volt nyersbőr. Csizmája az már van neki. Fasza, és most már lehet csinálni. Én light páncél csinálok. Nem akarok annyit költeni rá. Nincs el gyártva. Ja, még ebből kellett volna egy. Aha. Ja, mert kettő kell, igen. Igen, mert csukája már van neki. Remek. Ez az. Később akarok ilyen feláldozható rabszolgákat is csinálni, amikor már több lesz így a elpazarolható nyersanyag. Úgy, ja. A feje az jó lesz neki, vagy csinálni kéne neki valami szar szamuráj kardot. Csak dögösebben néz ki az. Ilyen fekete nyelűt. Hihete. Ez az. Ez majd faszában néz ki. Szóval lett egy ilyen kis védelmező így az éve. A putriba. Na, itt ugye van, itt vannak a sejmek. Készíthetjük. Különböző fajta vicces dolgok. A faszom, tehát a képkeret, hát igen. Há, ez a léted volt. Hát ezt... Az ugye bár gyantás, az kurva jó. Na, tehát elmértük a faszunkat vele. Tolpárna. Egyébként ilyen sima özét is lehetne csinálni. De ez is miért rakták egybe? Miért nem tudok sima virágtartót készíteni? És utána amilyen magot találok, belerakom. Ez érdekes, hogy ezt így nem hagyja. Valamiért. No.
Ez is megvan. Körbenézzük a portált. Nem nagyon építkezett, nem tudom, az a gyerek, aki itt előbb itt killúrott, az itt szaladgált így az ékkezett, az töldöste az éket, mabokat, hát tudja a bré, hogy az aztán leült, bazd meg. Na így, ez itt se látta még leülni karaktert. Ezt le kéne volt print screen-telni, vagy az, hogy így bele az éve legyit, bazd meg. Milyen faszul leülni, baszki. Elnyomunk is egy printet. Ez itt mi van? Úgy maradt a karakter, geci. Ha-ha! Na nézzük már meg, hogy van a... Igen, így. Ki tudjuk. Az is így beleférik a téglába, ugye? És visszaül, bazd meg. Ez aztán kemény. Hát ez így megdermet. Na! A gépen már ezért tükörtojás lehetne sütni. Az egy kicsit túlterheli így az AMD-s cuccot. Na! Köszi, hogy megnéztétek, ez elég hosszú volt, a 2 óra 33 perc, az igen. Na, elköszönök. Legközelebb folytatjuk. Sziasztok!